Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Olá Lajos, a DK 7 és 6 kerületi országgyűlési képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok önnek és a nézőknek! Ön nagyon aktív, ha már a parlamentben szünet van, de akkor is aktív közlemények sorozatát adja ki, és akkor egyből foglalkozunk a legaktuálisabbal. Az országnak hatalmas bevételei vannak abból, hogy egy mulatos turizmus érkezik. Mondhatnám azt, hogy fapados, de az dehonestáló lenne. Tehát egy olyan szegmens a turizmusnak, amelyik nem ötcsillagos szállodákban lakik, hanem bérlakásokban, egyetem, emeletes ágyakon alszik, viszont sok sört fogyaszt, és ehhez megfelelőképpen viselkedik is. Igen. Van erről valami véleménye? Nézze, ha megkérdezzük azokat, akik a buli negyedben járnak, azok jól érzik magukat. De akiknek minden nap itt kell lefeküdni, úgy, hogy hajnali háromkor még szól a tamtam, vagy ötkor a kerthelyiségekben, hogy éjszaka a részeg huligánok rúgdossák az üres sörös üveget, hogy mivel tilosben dohányozni, ki kell jönniük, és az ablakuk előtt szívják a cigarettát, ők meg azt mondják, hogy ez így nincs rendjén. Két dolog biztos. Az egyik, hogy nem lehet visszaállítani azt az állapotot, ami 2010 előtt volt. Ugye azért mondom, mert 2010. január 1-én tized annyi szórakozó hely volt, mint amennyi most. Nem lehet azt visszaállítani, de nem is mehet így tovább. Hát azok az emberek, akik itt élnek, azoknak alkotmányos joguk van az egészséges, élhető környezethez. Itt kell valamiféle kompromisszumot találni, és ennek a mostani kormánynak az nagy hibája, hogy kísérletet se tesz arra, hogy valamiféle megoldás irányába elmenjen. És amire utalt ezek az írásbeli kérdések, például ezek arról szóltak, hogy megkérdezte, hogy mennyi pluszpénzt jelent a kerületben a működő vendéglátó helyeknek, mennyit fizetnek be az államháztartásba. Nagyjából 6,6 milliárd forint. Nem beszélek arról egyébként, hogy mekkora APEC büntetést is kaptok ezek a vendéglátó helyek, mert egy csomó feketén és egyéb módon működik, de hivatalosan 6,6 milliárd forint. Normális az, hogy ebben az esetben mégis a kerületnek kell fizetni, a rendőrségnek plusz pénzt, hogy kicsit több ember legyen. Hogy a szemétszállítás egy plusz, a szemétszállítás lényegesen nagyobb, sokkal többet szemetelnek. Lehet, hogy a polgármester és az alpolgármester így próbálja megoldani, hogy de biztos legyen megfelelő mennyiségű legyenek bátrak, rendőr. Legyenek bátrak. Hát mit csinál itt a Fidesz, a kerületi Fidesz? Alszik? Remeg otthon és ül? Legyenek bátrak, merjenek beszélni a kormányukkal, hogy adjanak több pénzt. De én tudom, hogy miért nem beszélnek. Tudja, hogy mi az, ami lehetővé tette azt, hogy most 10-szer annyi szórakozó hely van, mint ezek 2010-ben? Nem. A Fidesznek az a törvénymódosítása, amelyik elvette a társasházaktól azt a jogot, hogy funkcióváltásnál a társasházak döntsenek. 2010-ben, a mi kormányunk idejében, hogyha valaki egy pékségből kocsmát szeretett volna csinálni, ott a társasház ebben ezt hozzászólhatott. 2011-től kezdve ez a szabály ez eltűnt, a Fidesz módosította, és nem kellett hozzá a társasház. Ez nem lehet, hogy azért, mert liberalizálták nem. Tulajdonképpen. Ez azért volt, mert Róna Székkinek Keresztes Mónika megszavazta ezt a törvényt, és most otthon reszketne, hogy kiderüljön ez a dolog róla, hogy aktív részese volt annak, hogy ez a törvény átment. De ez már így van. Mit lehet csinálni? Menjünk előre ebben az ügyben. Legyen több rendőr. Muszáj, hogy valamilyen módon korlátozzuk azt, hogy meddig lehet randalírozni az utcán. Muszáj egyébként, hogy a vendéglátó helyek ezért tesznek a polgármester és a helyettese erőfeszítéseket, amikor az ő költségén, illetve a kerület költségén igényelnek még rendőröket. Hát igen, ez picit több, mint a nulla, ennél sokkal többre van szükség. Én magam többször találkoztam Pintér belügyminiszter úrral, számtalan írásbeli kérdést tettem fel ebben az ügyben. Kértem Pintért, adjanak rendőröket, legyen posztos rendőr is, legyen több járőr. Tudja, mi történt? Amikor a menekültválság kirobbant, az összes embert elvezényelték innen. Kezdeményeztem, hogy a dohányzással kapcsolatos törvényt módosítsák úgy, hogy itt a buli negyedben lehessen elköntett szobát csinálni, hogy ne az ablaka előtt dohányozzanak egyébként az embereknek. Hogy a takarításnál tényleg fizet több pénzt a kerület, de még mindig nem elég ez a történet. Stúdiónk vendége volt egy fiatal vállalkozó, aki elmondta, hogy ők külön vettek egy ilyen
utcaseprőgépet, és az Akáczó utca bizonyos részén hajnali 3-kor, amikor ők kezdik befejezni a munkát, akkor az egészet föltakarítják. A vállalkozóknak ki kell alakítani egy együttműködést. Vessék ki maguk közül azt, aki csak hirtelen gyors gazdagodást akar, és azok, akik hosszú távon terveznek a kerületben, azok még ki kell, vannak, hogy... itt olyan romkocsmák, ahol jazz koncertek vannak, ahol ragyogó étlap van, ahol kulturált körülmények között. Abszolút. Több olyan hely van, amelyik európai színvonalú. Szívesen jönnek a turisták. Nagyon szuper helyeket csináltak. És nem nyáron a hazaiak is. De meg kell oldaniuk azt, hogy a lakókkal is legyen valamiféle kapcsolat. És tesznek ebbe az irányba lépéseket. Tehát, hogy régen volt a csendbóc, de most egyébként odafigyelnek. Ne engedjék az embereket itt arra a kezükben az utcára. Mondjuk egy nulladik típusú kezdés. De az a fontos, hogy ők is alakítsanak ki egy szervezetet, amelyik koordináljuk, mit tudnak hozzátenni ehhez. Adott esetben egyébként a hangszigetelést javítani kell. Adjanak a lakóknak több pénzt, hogy az utcafronton az ablakcserét meg lehessen csinálni. De belül oldják meg a hangszigetelést, és ugyanezt meg kell oldani a lakóknak. Itt is elkezdődött egy mozgás, hogy ők is a saját érdeküknek megfelelően alakítsanak ki valamilyen egy álláspontot, és ezt a kettőt valahogy először ütköztetni, majd pedig közös döntést kell hozni. Én azt gondolom egyébként ebben az ügyben, hogy a legfontosabb, hogy az ott élők dönthessenek egyébként a saját életükről. Tehát lehet, hogy a megoldás az lenne, hogy olyanféle helyi népszavazást, tehát okosan összeállítani egy egyeztetés után néhány kérdést, és az alapján legyen helyi népszavazás, akik itt tényleg döntsenek. De hát nagyon sok ága-boga van ennek az ügynek. Megérkezik a lakó, szeretne parkolni, nem tud. Külföldön ezt megoldják. Vannak olyan parkolóhelyek, ahova csak az ott lakók állhatnak be. De már elnézést kérek, hogyha én nekem a lakásom Londonban a Sohóban van, és megyek haza, akkor ha szerencsém van parkolóhelyem, ha nincs szerencsém, akkor... Én önnek mindent elnézek, de Prágában ez úgy néz ki, hogy van a kék vonal, ha kék vonal van a parkolóhelyekhez felfestve, akkor oda csak a helyi lakosok állhatnak. Ha fehér vonal van a parkolóhely mentén felfestve, oda állhat bárki. És ez nagyon sok európai városban van már így. Igen, Ausztriában például oda van írva, hogy itt a kerület lakói. Tehát nagyon sok ága-boga van, de hát nem lehet elbújni. Olyannyira, hogy Ausztriában, ha valaki fogyatékos parkolónál áll, akkor is oda van írva, hogy itt a kerület fogyatékosai. Látja, hogy el lehetne menni közös megoldások irányába, el kell kezdeni a közös gondolkodást, a lakók elkezdték ezt, a vendéglátóhelyeknek hozzá kell tenni a dolgokat, az önkormányzat nem vonhatja ki magát, és igenis az államnak vissza kell adni több pénzt abból, ami odafolyik. Kutya kötelessége ez az államnak. Az olcsó sör az egy ideig fent tud tartani egy buli negyedet. De önnek van igaz, amikor azt mondja, hogy ha jazz koncert van, kultúrát étlap, európai színvonalú hely, na az, ami hosszabb távon is ide tudja hozni a turistákat. Az olcsó sör az csak egy ideig működik. Mégis sikerült beszélnie a két kerület polgármesterével? Én leginkább a kormányt próbálom ebbe az irányba befolyásolni, és a polgármesterek irányába is teszek kezdeményezéseket. Beszéltünk itt a buli negyed néhány aspektusáról, itt van az Airbnb, a lakáskiadás. Abban egyébként több levelet írtam a kormánynak, és most végre elkezdődött egy munkacsoport fellát, amelyik elkezdi kidolgozni az Airbnb-nek a szabályozását. Hogy működhet? Van egy társasház, volt egy 80-100 négyzetméteres lakás, abban kialakítottak most 4 apartmant. Hát a strangok se bírják el ezt a dolgot. Mi a szabályozás ennek a dolgot? És a lift sem biztos, hogy elbírja, és hogyha éjjel-nappal csapkodják az ajtót és hangoskodnak, akkor ettől fáztatnak. Ága-boga van, nézzük meg, hogy hogy működnek jól Európában ezek a helyek, és hogy mi hova szeretnénk eljutni egyébként ebben az ügyben. Ha jól tudom, a kormány ezt szabályozni szeretné, és a Szállodás Szövetség is azt kéri, hogy ugyanolyan feltételek és tűzrendészeti, egészségügyi, és sorolhatnám tovább, feltételek legyenek. Szerintem kell szabályozni, de nem örülök annak, hogyha most, hogy a
Mészáros megvette a Hungesztet hirtelen, a szállodalobbi úgy gondolja, hogy teljes hatalomátvitel van, mert azért nem ugyanúgy működik egy apartman. Érdekes, önnek mindenről mindig valami Fidesz közeli dolog jut eszébe. 7 éve kormányozzák ezt az országot, és egy csomó területen hát egyszerűen élhetetlenné vált ez. Nézzük az egészségügyet, az oktatást. A Buli negyed, mondom, 2010 előtt tized annyi szórakozó hely volt, mint most. És ezt konkrétan törvényjavaslatok tették, és önkormányzati határozatok tették lehetővé. Na jó, szemét volt akkor is, szemét van, többé-kevésbé ma is, megoldásokat keresik. Ön egy politikai pártnak a tagja, mégpedig a DK-nak. Milyen megállapodás várható a demokratikus ellenzéki pártok között a választásokra? Vagy ez egy füstbe ment terv? Hisz a szocialisták úgy néz ki, hogy szaporodással osztódnak, és sorolhatnám tovább. Oszlodással szaporodnak. Ez a demokratikus koalíció volt az első, amely kimondta, hogy mind a 106 körzetben egy ember álljon fel, egy jelölt álljon fel a Fidesszel szemben. Ugye ez a legfontosabb, mert valóban a választás akkor azon dől el, hogy hány egyéni körzetet lehet megnyerni. Én úgy látom, hogy ezt nagyjából egyébként az MSZP legnagyobb része támogatja. Hogy hogyan jutunk el odáig, abban már vannak eltérések. De az MSZP miniszterelnök jelöltje nem támogatja. Azt támogatja, hogy egy jelölt legyen minden körzetben. Hogy jutunk el odáig, azt nem tudom. Budapesten nagyon erős az együttműködési szándék és hajlandóság egyébként, hogy jól érzem. Ezt olvashattuk a mind az tegnapi lapokban is. Mind a DK-ban. De ez az MSZP-ben viszont nem az MSZP miniszterelnök jelöltjénél. Én azt gondolom, hogyha odaér az MSZP miniszterelnök jelöltje, akkor ő is rájön arra, hogy csak egy normális feltétel. Rájön arra, vagy lecserélik? Ez a szocialisták belügye, mi ebben nem vagyunk érdekeltek. Mi az összefogásban vagyunk érdekeltek, abban, hogy legyen egy összefogás minden áron? Ennyire nem bízik a saját erejükbe? Nézze, nem feltételezi, hogy egyedül is bejutnak a parlamentbe? Matematika. Mi bejutunk a parlamentbe. Az összefogásot nem azt értem, hogy egy lista képesek legyen. 106 képviselőjelöltet állítani? Már mi felállítottuk az elsőként az összes demokratikus párt közül, és már a képzése zajlik ennek a 106 képviselőnek. Ön vajon a parlamentben lesz 2018 után? Itt ebben a két kerületben megverjük a Fideszt, és parlamentben fogom tovább képviselni. Már remélhetőleg kormánypárti képviselőként a lakosokat. Természetesen a Fidesz is azt fogja állítani majd, ha megkérdezem őket, hogy ők is meg fogják verni magukat, és 2026-ig minimum ők lesznek kormányon. Így, de hát azt gondolom, hogy ha megnézzük, hogy mit csináltak az egészségügye, mi történik a Péterfivel, hogy miért van az, hogy az egyházi iskolák négyszer annyi támogatást kapnak, mint a kerület egyszerű gyerekeket. Sajnálja az egyházi iskoláktól, vagy inkább azt szeretné, hogy az egyéb iskolák is kapnak annyit, mint az egyházi iskolák. Miért másodrangú állampolgár az a gyerek, aki nem egyházi iskolában? Miért negyed annyi pénzt fizet az állam egy ilyen gyerek után? Elfogadhatatlan, alkotmány ellenes, borzasztó. Egyébként az egész oktatásra több pénzt kellene, igaza van. Nem az a cél, hogy lehúzzuk. Az a cél, hogy egyébként stadionok helyett ideadjuk. Tehát akkor sikerült meggyőznem arról, hogy magát nem az zavarja, hogy az egyházi iskolák négyszer annyit kapnak, ha négyszer annyit kapnak, hanem azt szeretné, hogy az egyéb iskolák is ugyanannyit kapjanak. Egyenlően kapjanak ezek az iskolák. A gyerekek, ezek gyerekek után járó összegek. Minden gyerek ugyanannyit ér Magyarországon. A Fidesz azt mondja, hogy az egyházi iskolába jár, az négyszer annyit ér. Nem igaz. A helyi fideszesek nézzenek a lakosok szemébe, és mondják azt, hogy ti negyed annyit értek. Nem mernek ilyenről beszélni. Szerintem ez egy félreértés, de majd megkérdezem éppen hamarosan. Erdő Péter bíboros és Herceg primár bíboros lesz stúdiónk vendége, és megkérdezem, hogy mi is a helyzet az egyházi iskolában. Hogy tudná-e támogatni azt, hogy egyébként más is ugyanannyit kapjon? Meg egyébként hát ha őtől függne, biztos. Rendben van-e az, hogy ők négyszer annyit kapnak? Hogy készülön augusztus 20-ára? Augusztus 20-ára hogy készülök? Hát gyakorlatilag munkával, mert egy ideje zajlik itt a felkészülés, rakjuk össze ezt a fél évet, ami itt van előttünk. Ki fog győzni a kerületben, Rónaszékiné Mónika vagy ön? Rónaszékiné Mónika, amikor parlamenti képviselő volt, annyit tett a körzet érdekében, hogy megszavazta azt a törvényt, amelyik lehetővé tett, hogy tízszer annyi szórakozóhely legyen a kerületben, és még sorolhatnánk a dolgait, alig volt felszólalása, írásbeli önálló indítványa, semmi nem volt.
alpolgármesterként nullát teljesített, és a saját pártja se akarja. Milyen funkcióban van Róna Székely Mónika a két kerületben? Semmilyen funkciót nem adtak azután, hogy megbuktatták. Saját pártja is úgy ítéli meg, hogy Róna Székely Mónika hajlandó kiállni egy vitára itt nálunk a stúdióban Róna Székely Mónikával? Róna Székely Mónikát 2014-ben kihívtam vitára, és ezelőtt fél évvel is kezdeményeztem, hogy beszéljünk arról, hogy egészségügy, európai módon egy igazi gentleman módjára fog viselkedni, és megadja neki a kellő tisztelet, ami jár egy nőnek, meg mint egy volt képviselőtársának? Nézze, nőnapon egy virágot akartam átadni Róna Székely Mónikának, aki nem fogadta el. Én szerintem európai módon jártam el, amikor a virágot át akartam nyújtani. Ő európai módon járta, amikor nem fogadta el a virágot. Én ugyanúgy fogok eljárni, ahogy eddig eljártam. De ha valami nem igaz, arra azért felhívhatom a figyelmét. Természetesen. Kedves nézőim, az elmúlt percekben dr. Olá Lajos, a 7. és a 6. kerület DK-s parlamenti képviselője volt stúdiónk vendége. Beszéltünk a Buli negyedről, és lám csodát, igazából nem támadott senkit. Ő is azt szeretné, hogy a lakóknak is jó legyen, a kereskedőknek is, és a magyar főváros Buli negyedeiben egy kicsit magasabb legyen a színvonal, ne csak olcsó sört igyanak, hanem jöjjenek egyéb szolgáltatásokra is. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget. Előzetesek, és megyünk tovább. We'll be right back.